A tabella sereghajtói közül a Sári Sáp együttese látogatott Bábolnára a megyei első osztályú labdarúgóbajnokság 13. fordulójában. A vártnál sokkal keményebb ellenféllel kellett szembenéznie legényeinknek, a találkozó általában kiegyenlített küzdelmet hozott. A mérkőzés hajrájában aztán ismét bizonyítottak focistáink, Soha Máté és Vég Dominik találataival ismét 3 ponttal gazdagodott a társaság. Én megmondom őszintén, hogy a mai meccsen a tabellán elfoglalt helyet nézve az alapján kevesebbet vártam a Sári Sáptól, és meglepődtem, hogy micsoda agresszív, hajtós, támadó futballt játszottak itt idegenben. Ez is volt a cél, hogy a Bábolnát hazai pályán megverni? Minden meccsen az a cél, hogy nyerjünk. Nagyon sok olyan meccsünk volt, ahol hasonló felfogásba, hasonló stílusba tudtunk játszani, de sajnos valahogy ez ebbe az idénybe nem pattan be, aminek be kéne pattannia, illetve elkövetünk sorozatosan olyan egyéni hibákat, amik aztán megbosszulják magukat. A Sári Sáp azért szebb napokat, szebb idényeket, szezonokat megélt már, harcolt bajnoki címér is, és most ugye hát lent van a bajnoki táblázat alján, az utolsó előtti helyen. Hogyan történhet ilyen egy csapattal? Hát teljesen átalakult a csapatunk, elment 9-10 ember, ugyanannyi érkezett, nagyon fiatalok a srácok, sok van bennük, de hát egyelőre ez még nem jön ki, illetve szezon közben is olyan sérüléseink voltak, amik miatt egyre kevesebben, illetve hál' Istennek most már van olyan felépült játékosunk is, aki viszont be tud csatlakozni, tehát elég kevesen vagyunk, ugye azt ma is lehetett látni. Megpróbáljuk így megoldani ezt a fél szezont, aztán meglátjuk, hogy tényleg mi fog történni. Hát akaratban nem volt hiány, hiszen nagyon akartak a játékosok, az utolsó másodpercekig küzdöttek, és ugye a mérkőzés képe alapján azért elég kiegyenlített volt a játék, tehát nem, a Bábolna nem játszott nagyon fölérendelt szerepet. Én is azt gondolom, hogy nagyon kiegyenlített volt a meccs. Mindig is tudtuk, és beszéltünk is róla, hogy a kontrákra nagyon kell figyelni, természetesen kontragólt kaptunk, illetve volt lehetőségünk az egyenlítésre is, ott azért a kapusnak volt egy-két nagy bravúrja. Ilyen szezont élünk, sajnos azt kell, hogy mondjam. Mik lehetnek a remények? Nyilván el kell kerülni a kiesést, hát hosszú még a szezon, most már ugye téli pihenő következik, és tavasszal fog folytatódni a bajnokság. Hát még egy forduló azért hátra van. Hát van a Tatával egy otthoni meccsünk, ami nem lesz könnyű, megint csak nem lesz könnyű. Meglátjuk, hogy mi lesz télen, tehát erre csak ezt tudom mondani. Megpróbálunk igazolni, megpróbáljuk azt, hogy picit a minőségben is tudjunk többek lenni, de még nem tudom, hogy mi lesz. Múlt héten Tatá járt a Bábolnese labdarúgó csapata, és amikor vége lett a meccsnek, és rátekintettem az MLS weboldalára,
meglepődve tapasztaltam, hogy 2-1-es győzelemmel zártátok a meccset. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az idegenbeli győzelmek azok mindig értékesebbek, legalábbis így a labdarúgó szlengben így van. Ez annál is értékesebb, mivel ugye a kezdő mérkőzésen itthon 8-0-ra kikaptunk tőlük. Na hát te hogy értékeled azt a meccset? A fiúkat fütötte a visszavágásnak a vágya, és nagyon fegyelmezett védekezéssel, jó veszélyes kontrákat vezetve sikerült nyerni egy elég parázs, harcos küzdelmes mérkőzésen. Ahogy elmondták azok a szurkolók, akik megnézték azt a mérkőzést, hát lehetett volna több is, ha az a volna ott nem lett volna, mert volt még több gólhelyzetünk is. Hát lehetőségünk volt, de nyilván nem lehet 100%-osan kihasználni a helyzeteket. Mindig arra törekszünk, hogy minél több bemenjen, de hát vannak különböző tényezők, amik ebben akadályozzák a gólszerzésben a játékosokat. Hát a szezon utolsó előtti fordulójában aztán a Sári Sáp együttese látogatott Bábolnára. Hát tulajdonképpen ez nem is ez a szezon, mert ezek már a tavaszi mérkőzések lennének, ugye a Tatával elkezdődött már a tavaszi szezon előrehozott mérkőzések. A Sári Sáp ugye az utolsó előtti helyen van, és én az edzőknek is mondtam, meglepődtem, hogy milyen agresszív, milyen támadó felfogásban jöttek ide, és hát szeretném azt mondani, hogy jobban játszottunk, de ez nem igaz. Igen, mivel úgy áll a táblázat, hogy ne kelljen hátrafele néznünk, azt mondtam a fiúknak, hogy próbáljuk meg ezt a két mérkőzést, ami előttünk áll még megnyerni, ez a mai volt, illetve a jövő heti környei. Akik mögöttünk vannak, szorosan tapadnak az előttük állókra, és ne kelljen azon számolgatni, számolgassanak ők, akik mögöttünk vannak. Illetve arra hívtam fel a figyelmet a hétközben, hogy ne a táblázatot nézzék, hogy ki hányadik, mert azzal félrevezetjük magunkat. Az első félidő görcsössége, illetve pontatlansága azt gondolom, hogy egy kicsit ennek a túlzott győzni akarásnak is volt köszönhető. A második félidőben talán pontosabbak voltunk, és ha ennyivel megérdemelten győztünk. Hát volt több gólhelyzet, ami mondhatjuk, hogy 100%-os volt és kimaradt, illetve ami nekem feltűnt, hogy nagyon sok labdát szerzünk, ugyanolyan gyorsan el is veszítjük. Igen, hát az edzéseken is van ilyen gyakorlat, ami kifejezetten erre a labdára irányuló és labdatartásra fókuszáló gyakorlatok, hogy megbecsülni a labdát nálunk legyen, és hogy biztos helyre passzoljuk, és időben, és akkor, és jókor. Ez sajnos nem mindig sikerül. Visszatért a védelem és a csatársor, de még mindig hiányzik a középpálya, velük mi van? Sérülések vannak sajnos, és ebben a szezonban már nem is fognak játszani, úgyhogy sajnos nélkülük kell letudnunk az őszt. Ennek ellenére ugye nagyon jó szezont zárhatunk, hogyha még a környét is sikerül behúzni. Nagyon jó a jobb szél, úgy látom. Én azt láttam, hogy remekül játszik a Vég Dominik, csak nagyon kevés labdát kap. A Dominik egy kifejezetten sokat futó, dolgos, szorgalmas játékos, és gyakorlatilag Tatán is nagyon nagyot futott. Ma talán egy kicsit kevesebb labdával találkozott, illetve kevesebb lehetősége volt, de hát a végén azért csak odaért. Igen, hát a végén ő rúgta a második gólt, de már úgy, hogy én láttam, hogy korábban megsérült a lába, már a fél időben a szünetre is úgy jött le, hogy a jobb lábán nem volt cipő, tehát fájlalta a lábát. Igen, sajnos a pénteki edzésen még egy korábbi sérülésére még rásérült, de itt is látszik, hogy mennyire szeretné ezt a játékot játszani, úgyhogy vállalta. Győzelmeknek a fényében, illetve annak tudatában, hogy elég nehezen indult ez a szezon, elégedett lehetsz ezzel a őszi sorozattal? Ha szigorúan az őszt nézzük, ugye akkor a két utolsó mérkőzés le kellene, hogy vegyük, mert az lenne igazából az őszi szezon. Én azt mondtam a fiúknak, hogy az 50%-nál mindenféleképpen jobb teljesítmény kell ahhoz, hogy igazából évek óta dédelgetett álmunkat elérjük, hogy az első hatban tudjunk szerepelni majd a rájátszásban. Igen, és akkor most hamarosan egy hosszabb téli szünet következik. Mik a tervek erre az időszakra?
Télen igazából én azt mondtam a vezetésnek is, hogy először is mindenki pihenje ki magát, július 5-e elég rég volt, és elég sokat edzettünk, illetve játszottunk ahhoz, hogy ebben az amatőr bajnokságban munka mellett ezt először ki kellene pihenni. A jövőt majd meglátjuk még, nem tudom, hogy alakul, azt tudjuk, hogy március 5-én kellene kezdeni a bajnokságot, előtte nyilván kellene egy jó téli felkészülés. Mi lesz a kapu?